Csalás-e mindez a hitelfajta? Azt kell mondjam, hogy az. Véleményem nem vélelem, hanem valóság. 1000 fölötti a száma annak a szerződés mennyiségnek, amelyet tételről tételre kielemeztem. A szerződésekben jelentős részben nem az a megállapodás szerepel, mint amit a bankok próbálnak érvényesíteni. A bankoknak csak álma mindaz a követelés, amelyel kiszipolyozzák hazánk fiait. Nemhogy, amint gyakran halljuk, nincs az ügyletek mögött idegen deviza, hanem jelentős részben nincs semmiféle forinton kívüli más devizában történt megállapodás. Sajnos a kormányzat nem hajlandó meghallgatni azokat a szakembereket, akik tételesen és pontosan be tudják mutatni ezt a nyilvánvaló csalás sorozatot. Nem hajlandók meghallani azt, hogy a kölcsönök jelentős része, amelyeket idegen deviza alapján számolnak el a bankok, a közvélekedéssel ellentétben nem idegen devizában megállapodott ügyletek. Kérdezhetjük, vajon miért? Miért nem hajlandók meghallgatni a szakembereket? Talán azért, mert a végtörlesztés valójában a kormány közeli adósoknak született elsősorban, és voltak olyan bankok, vagy talán volt egy bank, aki meglehetősen kedvezményes kamatozással adott forinthitelt az elitnek mindehhez. A társadalmunkat a mindenkori kormányzatok nem csak a választások során, hanem végig működésük során legalább már 70 éve megosztják különböző intézkedésekkel, amelyek mindig csak egy bizonyos rétegnek jelentenek lehetőséget. A többiek pedig csak szemlélik, hogy a közösség vagyonából csak egyesek részesülnek, vagy a kedvezmények csak egyeseknek járnak. Az alkotmányos egyenlő elbánás elve mindig csak addig szólam a politikai erőknél, míg ellenzékben vannak. Amint kormányra kerülnek, vannak a mieink, akik érdemtelenül előnyöket élvezhetnek, míg mindehhez asszisztál, költségvetési forrás termel a többi 90%. A deviza elszámolású hitelek kapcsán is folyamatosan igyekszik a politika az ilyen hitellel nem rendelkezőket megszólítani, hogy miért is kapnának kedvezményt vagy figyelmet ezek az adósok, miért is mentek bele ezekbe az ügyletekbe. A helyzet az, hogy ezek az ügyletek az egész társadalmat érintik. Makrogazdasági következményei vannak ennyi visszafizethetetlen hitelnek. Mint a bankok mérlegeiből is kiderül, sok 100 milliárd forint nyerességüket, amely ezekből az ügyekből fakad, olyan manipulatív számvitellel játsszák át az anyabankjaiknak, külföldi partnerbankjaiknak, amely után átlagosan mindössze 2,3% adót fizettek csak az elmúlt 5 évben. Minden egyes forint, amelyet polgáraink megalapozatlanul nem vállaltan fizetnek meg a bankoknak, nem a hazai költségvetés segítenek gyarapítani, hanem idegen országok, idegen tőkések, sokszor adóparadicsomokba székelő szervezetek vagyonát gyarapítják. Amit ebbe a pénztárba fizetnek be az emberek, azt nem tudják belföldön árura, szolgáltatásra költeni, azaz a hazai költségvetés adóforintjait sem tudják a vállalkozások megtermelni, mert nincs vásárlóerő. Ha 1000 forint vásárlás útján elindul a gazdaság vérkeringésében, az egy év alatt, azt feltételezve persze, hogy minden vásárlásról számlát adnak, 1036 forint adó és járulék belhalmozása. Ehhez képest a magyar bankok az 1000 forint vállalkozási nyerségükből mindössze 23 forintnyi adót fizetnek ugyanebben a termelő évben. Azaz az 1036 költségvetési bevétel áll a 23 forint költségvetési bevétellel szemben. Ilyen egyszerű ennek megállapítása, hogy miért is az egész társadalom ügye ez az ügy. Azok tehát, akik soha nem fedtek fel hitelt, ilyen hitelt, elvesztették vásárlóik egy részét, vagy elvesztették munkahelyüket, mert tönkrement az a cég, akinél dolgoztak, éppen ezek miatt a hitelek miatt. Ha az állami költségvetés bevétele csökken, kevesebb
állami alkalmazottra van szükség, s így módon sokakat elbocsátanak, elveszítve egzisztenciájukat. Ha a megoldást nem össztársadalmi szinten keressük meg, és a megoldás módja nem kerüli el a költségvetés terhelését, nemhogy társadalmi béke nem lesz, hanem még mélyebb morális és gazdasági válságba süllyedünk, annak pedig ki tudja, mi lesz a következménye. Tartok tőle, hogy a politika azért tárgyal a bankokkal, azaz a helyzet kialakítóival, mert valóságos alapokon nem kívánja az ügyet teljes körűen megoldani. Az elmúlt 10 év politikája már nem a modern ország polgárainak felemelkedésében, hanem a társadalom nagy részének egzisztenciális legyengítésében, és a társadalom egy szűk elit rétegének helyzetbe hozásában érdekelt. Jól jön ez az ügyfajta azokra, akik erre törekszenek. A világ magyarságának, akiket a Magyarok Világszövetsége képvisel, azért tragikus ennek a tömegesebb megteremtett hitelfajtának a jelenléte, mert ha az anyaország társadalma meggyengül, lazul az érzelmi, gazdasági, erkölcsi kapocs a határon túlélő magyarsággal. Nem marad erő arra, hogy fennmaradjon az az erős társadalmi kohézió, amely oly hosszú idő óta fenntartja a külhoni és anyaországi társadalom kapcsolatát. Reménykedem abban, hogy ismét csak Petőfi Sándor, a mai ülés egyik témája is, szavait idézzem. Remélem, eljutnak ezek a szavak mindenkihez, aki vágyik arra, hogy a valódi néphatalom érvényesüljön hazánkban, és akik még szeretnék követelni mind hazánk vezetőitől, mind az idegen kalandoroktól a kölcsönös előnyökre épülő gazdasági és kulturális kapcsolatokat, azok meghallják ezeket a szavakat. Meddig alszol még hazám? Szántanak szomszédid, s magokéhoz szántják földet szélit. Meddig alszol még hazám? Míg rád nem gyúl a ház, mindig, míg a félrevelt halang föl nem lármáz. Meddig alszol még hazám, szép Magyarországom? Föl sem ébredsz már talán, csak a más világon. Köszönöm.